Hajra, 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 hajra! Ez az! Dobre. No! Köszönöm a szurkolást! Milyen volt? Nagyon jó volt, nehéz volt. Gratulálok! Az utolsó... Még bocsánat, csak van egy... Kinyírjuk, kivágjuk! Még egyszer! A hetedik körbe... A hetedik körig folyamatosan tartottam Józsit, egy körülbelül szerintem egy ilyen 5 és 10 másodperc között mozgott az előnye. Aztán a hetedik körbe elkezdtem a kanyarokat kisimítani, elkezdtem az íveket használni, egy kicsit jobban elkezdtem a kigyorsításokra, jobban odafigyeltem. Ez arra volt jó, hogy az utolsó előtti kör végénél itt a nagy domb visszafordítójánál utolértem, el is mentem mellette. Hát az volt a terv, hogy az utolsó kör, azt tudtam, hogy az nagyon-nagyon nehéz lesz, azért kis Józsiról van szó. Itt a célegyenesnél megsprinteltem, hogy még csak véletlenül se legyen kedve esetleg visszatámadni. De utána láttam, hogy nem tudom, lehet valami problémája volt, de hirtelen elég nagy rés nyílt. Úgyhogy hát azt mondom, hogy az utolsó körre már vigyáztam inkább a technikára. Mennyit mentél a pályán előtte? Kedden voltam, akkor mentem 10 kört, meg előtte héten mentem egyszer, vagy egy előtt 6 kört. Tetszik a pályám? Jó pálya volt. Nekem mindig az az elvem, és én akármelyik versenyre megyek, mindig az aktuális verseny pályája a legjobb. Nekem nincs ilyen, hogy legjobb pálya. Ez ilyen volt, nekem tetszett. Ebből a pályából kellett kihozni a legtöbbet. Nagyon szépen köszönöm. Köszi Gabriel, hogy eljöttél. Legjobbak vagytok. 100 sport.